Az Európai Parlament elkezdte gyötörni Szerbiát, ennek valószínűleg a közelgő horvátországi választás az oka, más magyarázat nincs, mondta Tomislav Nikolić. Az államfő hangsúlyozta, Szerbiának nem kötelessége kommentálni lakosainak véleménynyilvánítását, főleg ha azok politikai értelemben semmit sem érnek. Az államfő eddig nem kommentálta Sesej Szerbiába érkezését, mint mondta, ennek oka van. Iz Šumadije, u kojoj se ceni kumstvo. Neki drugi možda to ne znaju. I mislim da ni Vojislav Šešelj ne razume značaj toga. Ja sam krstio njegove unuke i on nikada ne može da uradi ili da izgovori toliko koliko ja mogu da istrpi. Szerbia és Horvátország kapcsolata jó úton halad, mondta az államfő. Jó a viszony a többi országgal is, a keletiekkel és a nyugatiakkal is. Johannes Hahn bővítési biztos ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Szerbia addig nem lát az unió tagja, amíg nem rendezi a helyzetet Koszovóval. Nikolić hangsúlyozta, az ország saját útján halad az EU felé, de szerinte továbbra is kizárt, hogy Szerbia elismerje Koszovó függetlenségét. Ne u ovom času. Nikada. I mislim da sam to onako malo i provokativno rekao da sledećih godina niko neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. A szerb takarékossági intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, a kormány kénytelen volt megtenni ezt a lépést. Elmondása szerint az állami bevételek jóval meghaladják a várt bevételeket, ezért optimistán várják 2015-öt.